Na szavaztok papikáim, ülő a csatornán. Most értem haza úgy 10 perccel ezelőtt, vagy még talán annyi sem. Szaszánál és Big Daddy-nél és Bundinál, vagyis Bundival bandáztunk egyet, és Big Daddy megdobott egy dologgal. Ezúton is szeretném megköszönni neki. Holnap megpróbáljuk felhekkelni, és gondoltam erről, csinálok egy videót, hogy igazából mi ez a cucc, amitől még faszább lesz a Vento. Ugye most is baromi nagy hangja van, hát mondjuk úgy, hogy egy ilyen herélt, igen, mondjuk egy jó indulattal egy herélt gyári rendszer van alatta. Most fog kapni egy sportdobot, amit Big Daddy-től kaptam. Mutatom a gyerekek, hogy milyen dob. Egy ilyen kis csoda. Egy ilyen kis szépséget, hát nem tudom, próbáljatok meg így viszonyítani. Ekkora végekkel, kettő darab véggel, és egy ilyen, nem tudom, hogy ezt elbírom egy kézzel, de az a lényeg, hogy akkor látjátok, hogy mennyi a csillapítás benne. Megpróbálom nem összekarcolni a gépet. Ja, nem tudom, hogy ez hogy fog szólni vele, de mindenképpen fel fogjuk rakni, és baró faszán fog kinézni. Mindjárt ide felpróbálom egyébként a lökhárítót, azt meg fogjátok látni. Marha jó, mert ugye Venton van gyárilag egy ilyen kivágás a lökhárítón, és ez a kettő vég, ez pont így pont beleilleszkedik, és így fel fog állni. Iszonyat jól fog kinézni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen hangja lesz. Ugye ez gyakorlatilag olyan, mint hogyha egy full üres hátsó dobbal csapatnánk majd. Meg ugye kettő ilyen kiömlő része, hát remélem jó. Hát ja, egy kicsit poros, meg koszos, látjátok, így jön le róla ez a cucc, de nincsen se szétrohadva, semmi problémája nincs is. Szerintem, ha megpucolom frankon, akkor faszán is fog kinézni. Na, tényleg köszi Daddy ezt a cuccot, és mindjárt várjatok, megmutatom akkor, hogy néz ki, hogyha berakjuk alá. Valahogy kitámogatom csak, hogy tényleg, hogy milyen pofás lesz. Na, srácok, akkor ide is próbáltam ezt a kipufogógépet, megmutatom, hogy is fog kinézni. Hát ez valahogy így, ennyire fog kilógni, és akkor így fog ez. Hát igen, így fog ez kinézni. Kicsit így fölfele áll, frankul egyébként bedobtam alá a kocsimosós vödrömet, hogy mégis úgy ki tudjuk próbálni. Ilyen lesz. Szerintem bedeszül néz ki, mindenképpen. Egy kicsit hondás, tudom, kicsit hondás. Meg nagyon kíváncsi leszek a hangjára, mert tolunk róla egy videót, hogy fölhekkeljük, hogy mégis mire lehet számítani, hogy fog kinézni. Na, akkor tényleg köszi Daddy, nagyon szuper, és akkor jön majd róla a videó, meg valami hangtesztet is csinálunk, összehasonlítjuk, hogy milyen hangja van a mostaninak, meg az újnak milyen hangja lesz. Durci a kicsike, na császtok!